Sziasztok, Laci vagyok a T2 t 2 nézitek! Újabb Realme okostelefon került a kezeim közé, amit személyesen én is már nagyon-nagyon vártam. A Realme X2 Pro ugyanis bizonyos szempontból rendkívüli képességekkel bír, és a külföldi teszteken is nagyon jól szerepelt. 97-es kijelző, Snapdragon 855 Plus, 4000 mAh aksi, jack csatlakozó, 64 megapixeles főkamera és páratlan 50 wattos gyors töltés. Megérje a 80 ezer forintos hazai árat, Nos, ki. Ha esetleg nem lenne ismerős a márka, és szeretnél többet megtudni róla, akkor nézd meg a korábbi Realme 5 Pro tesztemet is. Ott ugyanis kicsit bővebben beszélek róla. A márka első csúcskészüléke az X2 Pro egy sok szempontból nagyon erős mobil, és noha a hazai ár némileg eltér a globális ártól, főleg a hazai adóterhek miatt, de még így is azt lehet rá mondani, hogy ha mindent összevetve a legjobbat akarod, akkor érdemes komolyan elgondolkodni rajta, de persze ez a készülék sem tökéletes. A dobozában a vásárló találni fog egy áttetsző szilikontokot, a mobilon is van egyébként gyárilag fúria, fülhallgató nincsen, viszont kapunk egy jó vastag USB-c-s kábelt, valamint egy szintén méretes Super Vogue töltést támogató 50 wattos gyors töltőt. Körbenézve a telefont nem nagyon tudnék belekötni, maximum az amúgy is kicsit jobban kitüremkedő kameradudort emelném ki, de mivel középen van, ezért nem billeg annyira az asztalon. A másik pedig a Realme logo, ami teljesen indokolatlan helyen van, a termezőmérnök valószínűleg itt már picit megfáradt, és a hová tegyük a logót főnök kérdés, csak annyit mondott, hogy hát pff, ide. Ezt a számítva egyébként nagyon átgondoltak mindent, a gombok mindkét oldalon rendkívül jól pozícionáltak, alul felül lecsapottabb dizenkapott kapott a telefon, ami jól áll neki, és csúcskészüléknél ugyan ritkán találkozunk már ilyesmivel, de alul jutott hely a jack csatlakozónak is. Akinek esetleg nem lenne elég a 128 GB beépített tárhely, az érezheti egy kicsit rosszul magát, ugyanis a telefon nem bővíthető, viszont mindkét oldalon Gorilla Glass 5-ös üveget és stereo hangszórókat kapunk, amelyek ugyan nem érnek fel egy iPhone 11 Pro szintjéhez minőségileg, de rendkívül erőteljes és magas hangerőn is tiszta a hangzás. Az új optikai szenzor formájában a kijelző alá került, ami az egyik leggyorsabb megoldás, amit valaha láttam. Vetexik a OnePlus 7 pro de mellette van egy kevésbé biztonságos, szintén villámgyors kérdés arcfelismerő is. Az IP tanúsítvány, az értesítőled és a vezeték nélküli töltés ugyan elmaradt, de ennek ellenére is külsőre szerintem ez így teljesen rendben van. A Realme X2 Pro előlapján egy 6,5 hüvelykes Full HD plusz felbontású Super AMOLED kijelzőt fogunk találni, ami ráadásul 90 hz is képes, ami ugye nagyon sokat tud növelni a felhasználói élményen. A szoftverben van lehetőség állítani, hogy 60 vagy 90 Hz-et szeretném, de a képvisítést automatikusan is igazítja annak megfelelően, hogy mondjuk játszol, vagy valamilyen statikus tartalmat nézel. A kijelző beállításaim belül találunk egy alacsony fényerejű, villogásmentes szemvédelem opciót is, amit más gyártoknál DC Dimming néven találhatunk meg. Ez a szemet is kiméri, de ami az én szempontomból fontosabb, hogy AMOLED panel létére nem vibrál alacsony fényerőn a kijelző, hogyha kamerával veszem, ez nálam egy hatalmasnak piros pont. A kijelző megjelenítés szempontjából egyébként szuper maximum 844 nit fénysérülségre képes, viszont talán kicsit hűvös lett kalibrálva, amit persze lehet javítani. Szoftveres oldalon már a Realme 5 Pro-nál is látott Android 9 alapú ColorOS 6-os rendszert fogjuk megtalálni a telefonon a Google decemberi biztonsági csomagjával, ami főleg a 97-es kijelzőnek köszönhetően görtürékeny és fürge. Bár ehhez a hardware is jelentősen hozzájárul. Minden funkciót nem sorolnék fel, hisz a Realme 5 pro erről is bővebben beszámoltam. A rendszerről nagy vonalakban azt kell tudni, hogy rendkívül sok az opció, állítható, hogy szeretnél-e alkalmazásválasztó listát vagy sem, van digitális jólétfunkció, kétféle gesztusvezélés közül is választhatsz, itt is megtalálható az oldalról behúzható intelligens oldalsáv, illetve a Realme Lab menüponton belül van rendszer szintű sötét mód is, ami például a Google alkalmazásain is kicseréli a fehér háttért sötétre, ez mondjuk tök jól működik a hardware nagyon sokat nem beszélnék, ugyanis a Qualcomm 2019-es legjobb processzorát, a Snapdragon 855 Plus-t kapta, mellé 6 GB RAM jár, a tárhely pedig már az újabb, gyorsabb UFS 3.0-es verzió, amiből 128 GB-ot kapunk, ez ugyebár nem bővíthető, tehát ezzel kell gazdálkodni. Az Antutun 487.406 pontot ért el a mobil, a Gigbenchen pedig 775 és 2694 pont lett a végeredmény. Mondanom sem kell, hogy minden játék hibátlanul megy, ebbe a legnagyobb címeket is beleérthetjük, úgy mint a COD Mobile-t, a GTA San andreas vagy a Fortnite-ot is, minden komolyabb melegedés nélkül, utóbbi viszont csak 30 FPS-t támogat. Adatkommunikáció szempontjából kétsávos wi GLONASS és Galileo támogatottság, Bluetooth 5.0, valamint ellenben a Realme 5 Pro-val NFC is jellemző, tehát használható mobil fizetése is. Kamerák az előlapon egy 16 megapixeles f2.0-ra egységet találunk automata a HDR-rel és szépítő effektekkel, a szenzor szerintem ugyanaz, mint ami a OnePlus 7T-ben is van, a képek minősége pedig teljesen korrekt. A hátlapra összesen négy kamera került, a fő kamera a Samsung 64 megapixeles szenzora, van egy 13 megapixeles telefotó, egy 8 megapixeles ultraszíles látószögű, valamint egy 2 megapixeles mélységkamera. A Realme X2 Pro ezekkel a kamerákkal képes kétszeres optikai zoomra, illetve van ötszörös digitális zoom is, a közelítő ikonra hosszan rábökve pedig megtaláljuk a széles látót, meg a többi opciót, de erre a felső sávban is van egy külön gomb. A Realme 5 Pro-nál elhangzottak itt is érvényesek, van ugyan 60 megapixeles fotózásra is lehetőség, de a jobb dinamika és vonalélesség miatt érdemes a 16 megapixeles opciónál maradni. Megtaláljuk ugyanazokat a lehetőségeket, van profi mód, timelapse, éjszakai fotózás és 960 fps-es lassítás is, a beállításokon belül pedig szabályozható a képarány, ahonnan sajnos a 16.9 itt is kimaradt, illetve beállíthatunk opcionális vízjelet is a fotókra. A fényképek minősége az elsődleges kamerával szerintem szuperek, bár néha kicsit tompa a színezése, ezen mondjuk segíthet a HDR, illetve itt is megtalálható a kroma erősítés, ami plusz szaturációt dob a képre. A fókuszálás gyors, a fehér egyensúly és a dinamika is rendben van, de talán túl erős az ajszűrés. Ami itt kicsit problémás, az a széles kamera, ami minőségben jelentősen elmarad a fő kamerától, és egyébként a konkurensektől is. A képek ezzel nem olyan részletesek, illetve a dinamika tartomány is szűkebb, ezt sötétben jobb inkább nem használni. Van ugye éjszakai mód is, amivel alapvetően világosabb lesz a fotó, de az algoritmus elmarad mondjuk a Huawei megoldásától, a képet túlélesíti a szoftver, és kevesebb, jól kivehető részlet marad. Érdemesebb normál módban fotózni éjszaka is. Videót a telefon maximum 4K 60 fps-ben tud rögzíteni mindenféle stabilizálás nélkül, 4K 30 fps-nél viszont előjön az elektronikus stabilizálás. Rögzítés közben nem tudunk váltogatni a kamerák között, a viszont a szíves látószögűvel Full HD 30 fps-sel vetünk akár szuper stabil videót is. Üzemidőt nézve nem vágódtam el, de nem is panaszkodom. A 4000 mAh akkumulátor a 90 Hz mellett 4-5 órás kijelződőről tudok beszámolni, kb. másfél naponta kellett a töltőhöz nyúlnom, de persze, ha 60 hz használod, úgy akkor tovább fogja bírni. A lenyűgöző itt a töltési sebesség, ugyanis fél óra alatt teljesen feltölthető a mobil, na de hogyan? Most egyrésztről a töltő 50 wattos, másrésztről az X2 Pro-ban két darab 2000 mAh akkumulátor található, amelyek párhuzamosan töltődnek. Picit ugyan jobban melegszik töltés közben a mobil, mint a lassabb megoldások, de ha nagyon gyorsan kell feltölteni a készüléket, akkor ennél jobbat jelenleg nem nagyon találsz. Összegezve a tapasztalataimat a Realme X2 Pro-val én elégedett vagyok, ugyan a kamerák nem tökéletesek, a főegység elbírt volna egy optikai stabilizátort, a széles kamera pedig lehetne minőségibb, ezen kívül vezeték nélküli töltés, bővítési lehetőség és IP sincs, de ezeket leszámítva nem lehet panaszunk, csúszthalver jellemzi, gyors tárhely, 90 Hz-es AMOLED kijelző, korrekt üzemidő, stabil szoftver, az egyik leggyorsabb kijelzőbe integrált új anyomatolvasó, és a leggyorsabb vezetékes töltés jellemzi, mindezt 180 ezer forintért. Ugyan a 90 Hz sokat nyom alatba, legalábbis nálam, de kevesebbért, ha ez nem igényed, ott a hasonló teljesítményű Xiaomi Mi 9T Pro, illetve picivel többért szintén 90 Hz-es 7T, ami kamerákban talán kiegyensúlyozottabb, de ott nem kapsz jack csatlakozót, és a töltés is lassabb. Mindent összevetve, nekem bejött a készülék, ha nem a kamera az elsődleges szempont, akkor a Realme X2 Pro is kiválóan helytáll a napokban. Én köszönöm szépen a figyelmet, egy szerettem volna ebben a videóban. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, like iratkozatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!